Bundzsák teszi előre a labdát, Sándor rohan, rohan előre vele, de a jugoszlávok kedvence Nagy Vladimir beára a kapus remek előrevetődéssel tisztáz. Kirúgása után már is kialakul a jugoszlávok ellentámadása. Liposinovics a jobb szélső húz el a labdával, aztán befelé ível, zebet fejjel, a bárány felhőket akkor és a labda benn van a hálóban. Egy óra vezetnek a jugoszlávok, de aztán előre rend magyar ellentámadás. Bundzsák lő beára, kirúgja a labdát, Sándor fejjel, gól! Bravo Sándor! Megvan a kiegyenlítés, 1-1! A második félidő szénületes jugoszláv rohamokkal kezdődik, ott a labda Zebecnél, átível a másik oldalra, Petakovics lő! És majd kiszakítja a hálót a labda, 2-1-re vezetnek a jugoszlávok, és továbbra is támadnak. Megint a bal oldalról jön előre, Sekulanac az ördöngös belgrádi gyerek Petakovicshoz ível, Petakovics előre teszi a labdát, az ötösre Veszelinovics fejjel, és vezet a háló. 3-1-re vezetnek a jugoszlávok, de hogy ne unjuk meg a sok-sok jugoszláv gólt, most egy magyar gól következik. Ott van a labda, Sándor, na Sándor lő gól! Gyönyörű gól, Sándor a mezőny legjobbja, de megint a jugoszlávok rohamoznak, Liposinovics húz el, befelé a labdát, Zebec fejjel és vezeg a háló. Ez bizony védeni kellett volna, 4-2 a jugoszlávok javára, de most megint mi jövünk, Tihip fejjel, gól! És a labdával együtt benn van a hálóban, Czernkovics is. Gyerünk gyerekek, gyerünk előre, 4-3 az eredmény, Görögcsnél van a labda, egy jó csel, na most egy jó beadás, gyerünk befelé a labdával, Sándor fejjel, gól! Gól! Végeredmény, 4-4! Sándor Károly 1928. november 26-án született Szeged-Móravárosban. Labdarúgó pályafutását a Szeged-Móravárosi Kinizsiben kezdte 1940-ben. Innen került Pestre 1947-ben az MTK-hoz, ahhoz a klubhoz, amelyhez mindig hűséges maradt, hiszen pályafutása végéig 1964-ig csak a kékfehérek sikeréért harcolt. Háromszoros magyar bajnok, egyszeres magyar népköztársasági kupa, egyszeres Közép-Európa kupa győztes, kupagyőztesek Európa kupája döntős. 379 bajnoki mérkőzésen 182 gólt szerzett. 75-szörös válogatott, melyben 27-szer talált az ellenfelek kapujába. 1962-ben világbajnoki 5., 64-ben visszavonulása évében Európa válogatott. Mert mindig éhes voltam, Népkonyhára jártunk, úgy, mint akkor egyszer volt kalács, összesen egész évben a Miklós napon, a Horthy Miklós, akkor adtak egy szelet kalácsot. Rettenetes, rosszagú borsó főzelék, rettenetes szagai voltak. És nagy, én inkább a bátyám járt, de volt, amikor nekem már bátyám eljárt Vágóhídra dolgozni segédmunkásnak, akkor volt, hogy muszáj voltam, már én második én voltam. Ő 25-ös, én 28-es voltam. Nekem kellett elmenni. Most, hát volt egy kancsó, nem tudom honnan szerezték, de hát az folyt, és akkor azt rongyal alulról be kellett tömni, hogy ne folyjon ki. De rettenetes rossz volt a káposzta. Na most ott sorállás volt, mert elég messze volt, legalább 2 kilométerre a Cserepes sortól, egy másik kerület, egy darabig a jobb negyeden ment keresztül, és sorba kellett állni, és az apáca kijött, és el kellett imádkozni, és utána, de én mindig belógtam, mindig. Le kellett menni a pincébe, volt a jegy, öt nagy kanállal, és hát ez de rettenetes volt. Na most a segédmunkás volt apám, a Tiszaparton ilyen tutajokat, ha jött, és azokat hordták föl. Később már a búzát és a hátán, nagy padlón, mert amikor dolgozott, akkor kellett vinni ebédet neki. Most az ebéd abból állt, én nagyon szeretem a paprikást, krumplit, meg nem szabad enni, most már el vagyok tiltva tőle. És egy darab kolbász, de az is kölcsön, menj át a szolgához, fűszereshez adjon 3 napra kölcsön. És akkor adott. Az az egy darab az apámé volt. Paprikás krumpli volt, hát az egy csodálatos jó ebéd volt. Az külön volt, az nem a népkonyháról került oda, az otthon volt, ha munkája volt. Hát és akkor azt én vittem el, azt az egy darabot, azt rá kellett tenni, tehát több nem volt. És akkor éhesek voltunk, és nincs több, nincs. Igazságosan elosztotta anyám, nincs több, ennyi van, kész. Siessé, mert
összekötötte egy rongyal, és akkor én elindultam, és odaértem 12 órára. Nagyon szigorú ember volt, pláne, hogyha ivott, akkor egy eléggé agresszív is volt. De akkor utána, amikor vége lett a fizetés volt, akkor drukkolni kellett, hogyha nagyon ritkán jött haza 6 órakor. Akkor volt jó, mikor 6-kor megláttuk, és akkor ez ritkán volt, akkor apám vagy anyám másnap kiment a piacra, és akkor évente egyszer-kétszer, mondta, hogy háromszor vett egy csirkét, egy párat. És én mentem vele, kosár, akkor vett krumplit, ezt, azt, amazt, és megfogdosta a parasztasszonyok jöttek föl, megfogdosta, hogy melyik a kövérebb, vagy melyik a soványabb. És de nagyon mindig elmentek a kocsmába, és az adósságot kifizették. Nagyon ritkán történt meg, hogy egyből hazahozta azt a 15 forintot, vagy 12-t. És akkor ki kellett fizetni a fűszeresnek, mert hát ott Móravárosban csak egy fűszeres volt összesen. Szolgának hívták, és annak, azt akkor mit tudom én, egy tojás 20 fillér, 10 fillér volt, és maximum adott 3-4 forint adósságot, többet nem adott. Hiába mentem. Na most akkor kellett menni a szomszédba, menj át a Fodorékhoz, menj át ide, ezt, azt. Így volt végig. Egész 15-16 éves koromig. Nem a legjobb gyerek voltam. Kicsavartam a kis csirke nyakát, és nem mentem el a Leventére, jött a rendőr érte, nem tudom, rendőr, igen, valaki, igen, rendőrök jöttek, és bekopogott, és akkor kérdezte Sándor Károlyt. És én mondtam, hogy már elment a templomba. De igen, de másodszor már nem hitt el, akkor megpucoltam tőlük, és volt egy nagy tó, ahol kacsák, ez, az vadkacsák, minden, ami később kiszáradt, és én oda beszaladtam. És mondták, hogy lőnek, mondja, nyugodtan. Szóval rossz gyerek voltam, sőt, annyira rossz gyerek voltam, hogy a testvéreim tanúk lennének rá, hogy Aszódra el akartak a javítóintézetbe vinni, és kérték az anyámat, hogy írja alá. Írja alá, mert jó fog csak járni. A környék kérte, aláírták, valaki följelentett, hogy sok kellemetlenséget, megverte azt. Nem írta alá. A Petőfi Sándor sugárút az már egy jó hely. Ott már aszfalt volt, valami most is. Én úgy mentem be, hogyha dolgom volt bent, vagy csavarogni, hogy egy cipőpasztás üres dobozt rugdaltam végig, mezítlám. És a bejárati kapunak nem a közepibe rúgtam, sarkát. A pálya, a Móraváros pálya az olyan volt, hogy ez egy olyan, mint a 6. kerület, vagy a 9. kerület. Ez a, csak nem ilyen nagy házakkal, hanem ilyen kuckókkal. És volt egy nagy üresség, és azon mentünk keresztül az iskolába. Hamarabb értünk oda. És amikor a meccs volt, akkor a kocsmáros kijött a lóval, a kocsival, és húzott egy kötelet körbe. Körbe, és az volt a pálya. És mi ott játszottunk azon a pályán. És akkor jött az osztrák-magyar válogatott, ahol ma a Puskás az első csapatban játszott, és abban előtte játszott az osztrák és a magyar ifjúsági válogatott. Ez akkor volt, amikor leszakadt a Züllői úton a tribün. Ez azon a teltház volt. Mi is a kapu mögött tudtunk csak le a meccs után, ott foglaltunk helyet a füvön, mert nem volt hely. Ez 47-ben. Galovics volt önálluk a szövetségkapitány. És a ellenfélnél Hanapi, meg Ocvir, meg ilyen nevek játszottak. Olyan idősek voltak, mint 28-asok, 30-asok,
Nálunk meg a csatársor budai Kocsis volt, a jobb szár. Na, én balszélsőt játszottam a Jéger mellett, és borzasztó tetszett a közönségnek. Mi nyertünk 2-0-ra, és szintén elbúcsúzni a Galovics odajött, és gratulált, és mondta, hogy balszélső gondjai vannak neki, ő mondta. És akkor szólaltam meg én, nem mondom, Tibi bácsi, én tudok magának mondani háromat. Mondja egyet, fiam. Mondom, Sándor, Sándor, Sándor. Másnap megjelent a, akkor nemzeti sport volt, még nem volt államosítás, nem volt, csak utána lett népsport. Megjelent, hogy ki lehet ez, ajánlat, és megjelent az újságba. És olvastuk, hogy ezt ajánlotta. És épp akkor Jugoszláviába mentek, és a vonaton téma lettem. Ki lehet ez a parasz gyerek, akinek ekkor Rudasék, Kispéterék, meg a többiek, jugoszláv. Hát így kezdődött, így kezdődött. Nagyon szép volt, szép lány volt, és 17 éves korában akkor vettem észre, és udvaroltam, és az apja az valami festő volt, vagy nem tudom micsoda, annak még motorkerékpárja is volt, ami rette, SHB segédmotor, ami nagyon-nagyon ritka. És mikor ő már jött haza, akkor én nekem már el kellett jönni, a lánynak be kellett menni. Annyira laktunk, mint ide a szomszéd. Az utcának a másik fele, ahogy jöttök itt. És utána és megtudtam, hogy tiltja a lányát tőlem. És oda mentem hozzá, megvártam. Mindig ez volt a hibám, mindig, hogy a bennem lévő nem ment ki magától. Nem léptem, nem tudtam túllépni. Később végig kísért a mai napig. Nem tudtam. Egyszerűen azért nem lettem százszoros válogatott se. Megvártam, és kértem, hogy egy percre szeretnék Kakuszi bácsi magával beszélni. Nagyon nem szívesen, akkor épp kerékpárral jött a munka után. És mondom neki, hogy szeretném tudni, hogy miért tiltsa a lányát tőlem. Szó szerint ezt mondta, mert nem ilyen férjet képzelek el a lányomnak. Kész, elfordult, és elment. És úgy vettem el a feleségemet, úgy vettem el, az anyjával nagyon jóba voltam, később azt föl is hoztam Pestre. Úgy vettem el, hogy itt kölcsön kértem, azt hiszem 1000 forintot, vagy a gyűrűt MTK-ba, 1000 forintot a pénztárastól előleg, és megbeszéltem az anyósommal, meg ő vele, és a Móravárosban van 2 játékos. A 2 játékos még ma is él, azt hiszem 3-4-en élnek, és tartom velük a kapcsolatot. És a jegyzőnek a segédje a városházán, ahol összeadják a párokat, anyakönyvvezetőni harangozónak hívták, aki játszott a Szegedbe jobb összekötőt, a Toldi mellett, meg a Kalmár mellett, mintha a Kocsis nagyon jó játékos volt. És 100 forinté meg tudtam győzni arra, hogy hozom az apját, mert alá kellett írni. És ezt egy hétköznap csináltuk meg, úgy, hogy mielőtt még hazajön az apja, ne tudjon róla, ne tudjon. És amikor kérdezte az illetékes, nem tudom milyen rangja van, aki az anyakönyvvezető, kérdezi, hogy Kakuszi József beleegyezik, hogy fiatalkorú lánya férhez menjen Sándor Károlyhoz, akkor az olyan idős, kerekes, nem olyan idős, 25-ös, 23 évvel volt idősebb, él még, igen, és ez
fölnézett, visszatette a szemüveget, jöjjön, írja alá. És a Bukovi, ezt később tudtam meg, évekkel később, ő ragaszkodott hozzá. Ő egyik szélsőnek, később ezt én megtudtam, egyik szélsőnek nem jobb és nem bal, nem tudta még, hogy melyik, mert egyik se volt az MTK-ba, ez 47-ben volt, amikor még a Mészáros, a Jobb Halpácot, és a Krotkó, és az idős Bodola, és olyan játékosok, akik akkor alakultak, akkor szedték össze, elég rossz körülmények között állt akkor az ország a háború után, és ragaszkodott hozzám, és még egyszer leküldött, hogy már pedig, ahogy évek múlva hallottam, ez egyik feltétele neki, hogy azokat a játékosokat, akiket ő szeretné, és összerakna a csapatot, azt ez nem egy megfizethetetlen ár, ma. És akkor újra visszajöttek, értem, és behívattak az irodába, ahol én dolgoztam, egy gumigyárba dolgoztam, kis gatyába, 50-60 fokos melegbe gumikat csináltunk. Dobó, aki a Móraváros elnöke volt, őnála dolgoztam. És behívott az irodába, hogy én dohányoztam akkor már, én a villamos megállóba a csikkeket összeszedtem, vagy ha apámtól el tudtam csórni valamit, sajnos akkor már dohányoztam. És ez az amerikai cigarettát szívták ők filter nélkül, szinte ilyen ópium szaga volt, kellemetlen szaga volt neki, majdnem fölfordult a gyomrom, és kis gatyába bejöttem, hát 58 kiló voltam, 158 centi, és mondta, hogy nézett rám, ebben az emberek később legkedvencebb játékosa lettem, mert Chilébe találkoztam, ő Argentinába élt utána már, mikor itt az államosítások megtörténtek, ezt csak közbeszúrom, hogy el ne felejtsem, és szól nekem, hogy hát ugorjak egyet ott az irodába. Mondom neki, ne haragudj, nem vagyok én majom. Elég az hozzá, hogy muszáj volt nekik megegyezni. És megegyeztek, és én szóltam, már akkor szóltam, hogy mert meg is beszéltük, hogy mikor megyek föl, mikor utazok ide föl Pestre, és mondom nekik, hát a jegyárát, kérem a jegyárát. Jó éreztem magamat. Szóval ez a fényt, ez a Móraváros után, igaz, hogy albérletben, a Kisztácia utcában egy vaságy volt összesen, de sokat kimaradtam, minden. Volt, hogy el is tévedtem, másik oldalon szálltam föl a körúton a villamosra, és azt vettem észre, hogy átjöttünk a Margit hídon, mondom, hol vagyunk, mert a Baross utcáig arra kellett volna menni, és mindig a Baross utcánál szálltam le. És volt, hogy átjöttünk, te jó Isten, mondom, hogy megyek vissza, mert akkor még az átszálló az 70 fillér volt. Tehát napi 2 forintot tudtam elkölteni egy sportújság, akkor is még nem volt államosítás, nemzeti sport, és a 2 átszálló a Kisztácia utcából a Népszínház utcáig, Népszínház utca Hungária körült. És ugyanúgy vissza, és a 60 fillér volt a nemzeti sport. Ennyit tudtam költeni naponta, mert 200 forint kalória volt, és az albérletet kellett fizetni, 900. Ha betettek az állokházba, ilyen-olyan állásba, ismerős, nem kellett semmit se csinálni. És elég sóherak voltunk mi akkor, és de nagyon-nagyon jól éreztem magam. Nem tartoztam azok közé a játékosok közé, akik nagyon nyugodtak voltak. És
meg akartam nagyon felelni, de lámpalázas voltam. Zöldfülű voltam még nagyon, és nem sikerült. 5-2-re kikaptunk. 5-2-re kikaptunk, és micsoda csatásor volt. Szusza Szilágyi, meg Puskás. A Vasasnak a kapusa védett, és hát nem, én nekem nem. A talpam alatt elment, nem szívesen emlékszek erre a meccsre, nem szívesen. Ennek köszönhetem, hogy 36 éves elmúltam, és ma abbahagytam a labdarúgást. Tudtam volna játszani, én véleményem szerint. Tudtam volna játszani jobb szélsőt még 3-4 évig, és utána esetleg jobbeknek is el tudtam volna menni 3-4 évig. De nekem ezek a szenvedélyek, amit Móravárosban nem tudtam, hogy a világon van, Toto, Lotto, lóverseny, kaszinó, ami kávéház, lokál, hát ez annyira tetszett, annyira jól éreztem magam, és szeretem a társaságot. És hogy nem hiányzott már a futball, mert volt más, ami örömet szerzett. Ulti, Römi, meg volt a társasága, meg voltak a partik. Szóval az olyan hamar elment az első 20 év. A Csikar egy világklasszis képességű labdarúgó volt, avval a szerencsétlen háttérrel, hogy a budai kocsis összeszokott páros mellett nagyon ritkán került az aranycsapat látókörébe. A lelkesedése, az önfeláldozó játéka, és lehet, hogy furcsa hangzik, a Dalnoki Jenővel vívott sok esztendőn keresztül átélt szikrázó jelenetek. Ez a Sándor Karcsi. Akkor vasárnap voltak a meccsek, és szombaton én nagyon nyugodtan mindig olvastam, mindig. Nyugodtan feküdtem le, és tudtam, hogy a bal hátvédem rosszul alszik. Ezt tudtam. Nem a külföldi, a magyarok. Már 23-24 éves koromban tudtam, hogy a Kapcsos idegeskedik, Takács idegeskedik, a Ferencvárosban a Szabó, később jött a Dalnoki. A Dalnokira nem vagyok biztos, hogy ideges volt, arra egyáltalán. Minden évben kétszer játszottam ellene. Nagyon készültem, a legjobban készültem. Nagyon sok jó játékos volt abban az időben, hát előbb el is soroltam ezeket a játékosokat, de hát a magyarokat se hagyjam ki, akár a budai, a pozsonyi, a paplajos, a szombathelyi, a dombos, a győri, meg mit tudom én. De hát ezek ellen mindig készültem, mert hát én olyan voltam, hogy készülök a meccsekre, de közel se úgy, mint a Csikar ellen. Előtte sérültem, meg előtte volt a fölkészülési meccs az NDK ellen. Az Üllői úton. Ott sérültem meg, amit Moszkvában megmondtam. És a Sebes szó szerint a következő. Hazudsz. Gyáva vagy. Ezt mondta szó szerint. Nem hitte el. Tudnélik, végigjátszottam az NDK ellen a meccset. Még gólt is rúgtam a második félidőbe. És ott bejelentettem, mert ki szerettem volna menni Moszkvába. Kíváncsi voltam. És ott mondtam meg, hogy megsérültem. De gondoltam, borogatom, rendbe jön. Nem jött rendbe, Kuszti bácsi. Erre szó szerint azt mondta, hazudsz, gyáva vagy. Életemben először és utoljára mondták. Kikérem magamnak, én mondtam. Kikérem magamnak, Kuszti bácsi.
Na most hát ezt el kell a Grosics meg a Buzánszky tanul rá, tudja, mi az a válogatottban akkor a Sebesnek. Hát senki, a Puskás Bozsikon kívül, hát mert a kedvenc csapata is volt a Honvéd, amiből utána megcsinálta a világ egyik legnagyobb csapatát, mert annyi játékos ott Magyarországon, hogy Dunát lehetett velük rekeszteni, később is, még legalább 30 évig. Hát ilyet, hogy kitő, és nyer a csapat, mindenütt nyer a csapat. Hát akkor azt a szovjet meccseket nem nyertük meg, de ott az egyszerű volt, kérdezték, hogy le kellett feküdni. Na, mindenki azt mondta, egy szó nem volt igaz. Nagyon nagy csapatuk volt, Szalnyikov, Nettó, meg mindegyik, a Jasintól kezdve, óriási csapatuk volt. De ilyet még, hogy fél élet, szóval kimaradtam az olimpiáról. Mit érzett akkor, amikor olimpiai? Borzasztó el voltam keseredve. Nem azért, hogy nem tudtam kimenni az olimpiára. Nem. Féltem, hogy nem fog tudni futballozni. De ez semmi más. Még mindig albérletben laktam. Oda nősültem meg a feleségemmel. A Kistáci utcába, ahol keresztül mentek rajtunk, az öregasszony, akinek és ott volt egy vasány. Ha ő fordult, én fordultam vele. Ha így volt. És a öreg fürdőszobában azt a házat le is bontottak már. Ott volt egy rezsó, és a feleségem azon egy tál ételt főz. Volt egy válogatott mérkőzés, már arra nem emlékszem, hogy melyik, és a Gundelnál volt a vacsora. És feleségem, én nem tudom, hát kirúzsozta magát. Szép lány volt, ma is egy szép asszony, 70 éves elmúlt, és félrehívott a Guszti bácsi, és azt mondta nekem, hogy fiacskám, ha legközelebb vacsorára meg vagy hívva válogatottal, akkor is hozod a feleségedet, akkor a száját ne rúzsozza ki. Hihetetlen. Annyira, szóval ezek a hibáim mai napig is megvannak. Nem azt mondtam, nagyon sokan, nálam jobb játékosok, ott tapasztaltam az évtizedek folyamán, jobb játékosok, igenis, Guszti bácsi. Nem, én azt mondtam, hogy Guszti bácsi, ne haragudjon, magának ehhez semmi köze nincs. Maga legfőjebb nem tesz be a csapatba. Hát ez 20 olány éves voltam, ezt 30-on fölül kezdtem el gondolkodni. És de mindenütt a hozzáállásom olyan volt, hogy később disztingváltam, de azt nem tudtam elviselni, hogy egy igazságtalanság, hogy bennem maradjon, és én nem merjem megmondani, ez ma se, akkor se, soha higgyétem le az életemet. Valószínű sok-sok hátrány, de ha mérlegre teszem azt, hogy jobb volt így, mert belebetegedtem volna, többek között emiatt nem kerülheted be az aranycsapatba, hogy nem játszhatod? Biztos, hogy ez miatt. 100%. 100%. Hát ez meg lehet, ha valaki ebbe utána, én nem nézek utána, biztos vagyok benne, mert utána lehetne nézni, kérem, 17 évet játszottam az MTK-ba. Tehát 47-től 64-ig. Hát mindig van egy statisztika, minden év végén megválasszák a nézők ma is az év legjobb csapatát. Hát a 17 évből én gondolom 10-szer ott voltam, gondolom. Nem dicsekedni szeretném.